Térjünk vissza még a maszkokhoz. Láthatták, hallhatták az imént, hogy holnaptól bővül azoknak a helyeknek a listája, ahol kötelező a maszk. Az M1 próbál segíteni a járvány elleni küzdelemben. Jönnek az újabb maszkpárti üzenetek ismert emberektől. Ez gyerek, mert csinálunk több méretre. Kicsi, közepes, nagy. Minden méretben készülnek maszkok Füzesabonyban. Imre Sándorné varrónő a járvány hazai megjelenése óta készíti a textileket. Amióta elkezdődött a második hullám, egyre több megrendelést kap. Mintás vagy egyszínű, többféle stílusú maszkból lehet válogatni. Ezek mind vászonanyagok, és akkor készítünk gyerekeknek, felnőtteknek, férfiaknak, nőknek, külön gyerekeknél is, lányoknak, kisfiúknak, autósat, babásat, ez az egyszarvú, többfajtát, és akkor most már lassan ez divat lesz szerintem. Mert most már úgy jönnek, hogy külön kéréssel. Olyan is van, amit textilfest, vagy textilfilccel meg tudunk rajzolni, vagy feliratozzuk külön kérésre. Javában készültek napközben a Győri Balett táncosai a Körforgás című előadás esti bemutatójára. A helyes tánclépések mellett most kiemelt figyelmet kap a higiéniai szabályok betartása is. Kettő darabból van kiszabva, itt összevarjuk, kívülről letűzzük. Lázmérés, fertőtlenítés, légtértisztítás, maszkviselés. Így kezdődik egy nap a színházban. Az elmúlt időszakban több száz maszkot készítettek a győri balett varrónői, így jóvá a nézők és a művészek egészségét. Két formát kivágunk, összevarjuk középen, és gyakorlatilag körbeszegjük, és teszünk bele egy gumit, tehát egy nagyon-nagyon egyszerű, otthon elkészíthető darabról van szó, szóval akár kézzel is, hogyha valakinek nincsen varrógépe. A két méretben és több színben kapható maszk már divattá vált Győrben. Első ötletként belső használatra kezdtük el gyártani a táncosaink, a titkárság és a műszak védelme érdekében, és aztán egy jó kampány lett, mert csak azért is bejönnek az emberek, nem csak természetesen, hogy jegyet vegyenek, hanem a maszkokat is külön keresik, és nagyon jó érzés Győrben úgy sétálni, hogy rendkívül sok győri balettos maszkot látok az utcán. A budapesti Madách Színházban is kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniai szabályok betartására. Emellett a színház teljes területén a színészek névre szóló maszkban közlekednek, így óvják egymás egészségét. Koncerttermekben, boltokban, vendéglátóhelyeken, tehát a színházon kívüli zárt terekben is használjunk maszkot, hangsúlyozta az M1-nek Sáfár Mónika színművész. Ez az egyetlen esélyünk, hogy megvédjük egymást és magunkat a vírustól, és talán egy új kultúra is kialakulhat. Én nagyon sokat jártam Japánban, ahol annak idején, ugye hát nem volt még ez a vírus, és mégis aki beteg volt, tiszteletből a másik felé fölvette a maszkját, illetve hát magát is védte, hogy még jobban ne fertőződjön össze. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy szerintem, ha ezt betartjuk, akkor egy újabb összefogás jöhet létre egy másik fronton, és minél többen egészségesek tudunk maradni. Hétfőtől az eddigieknél sokkal több helyen kötelező a maszkviselés. Ha valakin nincs, akkor a hatóságok figyelmeztetik, ha pedig nem működik együtt, akkor bírságot is kiszabhatnak. És büntetést kaphatnak a boltok is, ha nem tartatják be a szabályt a vásárlóikkal.